A szezon első edzését a konditeremben tartotta a Nyíregyháza Blue Sharks. A csapatból többen hiányoztak, Mokánszki Máté a tallini Európa-bajnokságon szerepel a válogatottal, Busz Iván Debrecenben edzőtáborozik az Univerziádé válogatottal, Varga Márton pedig tanulmányai miatt Miskolcon folytatja pályafutását. A többieket viszont alaposan megizzasztott a Tarnóti Zalán erőnléti edző. Én úgy gondolom, hogy elégedett lettem. Természetesen látszódnak az egyéni különbségek, de hát az élet az ilyen. Elkezdtük felmérni már a célokhoz képest az egyéni differenciákat, és elkezdtünk ezen dolgozni már az első edzésen. Úgyhogy a felmérésekkel kezdtük. Szeretnénk látni a kiinduló pontot. Minden ember más. Próbáljuk minél jobban személyre szabni. Bontott edzésekben próbálkozunk idén ilyen megoldásokkal is. Én úgy látom, hogy a legnagyobb nehézség az a fokozatos terhelésen van. Tehát próbáljuk úgy terhelni őket, az erő, állóképesség, mobilitás, stabilitás, tehát minden tényezőt külön-külön, de összegyúrva egy egységes egészé, hisz harmonikusan kell fejleszteni a testet. A csapatkapitány Nagy Krisztián szerint, bár a nyári időszakban mindenki mozgott valamilyen szinten, az erőnléti edzések más jellegű munkát kívánnak a játékosoktól. Az első edzés az mindig ugye egy kicsit ráhangoló jellegű, de már ugye Zalán is említette, hogy elkezdtük a felkészülést, és egyből a közepébe vágtunk. Nyilván ugye a játékosok dolgoznak nyáron is, de ilyen jellegű munkát nem végeznek, inkább egy kis testkarbantartás, illetve rehabilitációs jellegű erősítést végzünk. De úgy gondolom, hogy jó lesz. A 6-7-es felkészülés alatt kell a csapatnak olyan formába lendülnie, hogy megállja a helyét a már dunántúli riválisokat is felvonultató összevont B csoportban. Ez egy kiemelt B csoport lesz, nagyon erős csapatokkal. Nagyon sokat kell majd utaznunk, szinte olyan szinte, mint amikor A csoportban játszottunk. Úgy néz ki, hogy szeptember közepén fogunk kezdeni, és onnantól kezdve májusig mindenképpen menni fog a bajnokság. A Nyíregyháza Blue Sharks idén nem rendez saját tornát, részt vesz viszont egy miskolci felkészülési tornán. Emellett edzőmeccseken készülnek fel a bajnokságra a kék cápák. Nyíregy! Társadalom!